Csütörtöktől már be lehet szerezni szilveszterre a tűzijátékokat. Az úgynevezett harmadik osztályba sorolt tűzijátékok és pirotechnikai eszközöket kizárólag december 31-én 18 óra, illetve január 1-én reggel 6 óra között lehet felhasználni. Tavaly szilveszterkor országszerte 37 tűz keletkezett tűzijátékok használata során. Volt, ahol épület vagy autó gyulladt ki a pirotechnikai termékek miatt, a legtöbbször azonban tuják, kukák és a tűzijáték égő maradványaihoz riasztották a tűzoltókat. A katasztrófa védelem ezért idén is óvatosságra int. A szilveszteri tűzijátékokat szabadtéren szabad felhasználni, ez lehet a saját udvarunk, vagy akár közterület is, azonban semmiképpen se indítsuk a társasházak erkélyéről ezeket az eszközöket. Fontos, hogy csak legális árusítóhelyről szerezzük be a tűzijátékokat, és a felhasználásuk során legyünk körültekintőek. Az év utolsó napján se feledkezzünk meg a házi állatainkról, engedjük őket biztonságos zárt helyre, hogy ne tudjanak elszökni. Szilveszter éjszaka a durogások miatt nagyon sok házi állat, főleg kutya elszökik, beszorulnak, beesnek helyekre, gyakran a tűzoltóknak kell őket kiszabadítaniuk. Petárdázni továbbra is tilos, aki pedig ezt mégis megteszi, annak 150 ezer forintos bírsággal kell számolnia. Emellett fontos, hogy a hibás vagy lejárt szavatosságú termékeket szilvesztert követően 5 napon belül a forgalmazónak vissza kell vinni, amelyet köteles térítésmentesen visszavenni.